Letartóztatták a brazil Escobarként ismert drogbárót Budapesten. Sergio Roberto de Carvalhót egy étterem teraszán teperték le a terrorelhárítási központ emberei. A férfi a világ egyik legkeresettebb kábítószerkereskedője volt. A brazil személy által vezetett bűnszervezet 2017 és 2019 között legkevesebb 45 tonna kokain csempészéséért felelős, mondta a készenléti rendőrség munkatársa, majd arról is beszélt, hogyan próbált a bűnöző kicsúszni a hatóságok kezei közül. A személy beszerzett egy halotti bizonyítványt Spanyolországban és álneveket használt bujkálás közben. Legalább 10 különböző névre szóló igazolványa volt, hogy elrejtse a valódi identitását, tette hozzá Hiripi Gábor. A letartóztatott férfi tagadja, hogy azonos lenne a drogbáróval, de a rendőrség szerint az új lenyomategyezés kizárja a tévedést. A hatóságok a szállodai szobáját is átkutatták, és eljárást indítottak ellene közokirat hamisítás miatt. Esetleges kiadatásáról később születik majd döntés.